Kacsatóra azért nagy nehezen elvégzi a bedobást. Van is egy beadás, sőt, Ingléze fordulna, és az így Zitzer, gól! Nem volt les, vezet a Kijevo Lucas Castro góljával. Azért is volt előző héten nagy párharc az övék, Krejcsi, azt még befutja, és gól! Verdi egyenlít a Bologna. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy Krejcsi még utolérte a labdát az alapvonal előtt, és Verdi ezt most nem rontja el. Góllal ünnepli azt, hogy pályafutása során először behívták az olasz válogatott keretébe. Simone Verdi 5. gólja. Nem tudott blokkolni Spalli, és Spalli mögött Sorrentino pedig valami keveset láthatott. De... Simán megiramadik Krejcsi. Nagy. Jön egy beadás. Gól! Megfordítja a Bologna. Gemayli. Tökéletesen jött középre a labda. És ennyit számított Verdi játékos is. Verdi kiosztja Gemaylinak. Gemayli Zitzerben gól! Itt a vége. A Bologna megnyeri a Kijevo elleni mérkőzését 0-1-ről. A szurkolók. Csodálatos kontra volt. De főleg Verdit kell megdicsérni, aki eltolta Cezár mellett. Smalley behátrál, Gemayli megy vele. És aztán Gemayli egy kicsit. Ez is remek. Elindul Majetta. Középen Gemayli. Na, akarnak-e vele Mester 3-ast rúgatni? Di Francesco gól! 4-1! Nem lehetett megjátszani Gemaylit, de azt hiszem, hogy ő sem bánja ezt annyira. Majetta honnan indult el?